nyomtad a piros. Itt vagyunk Miksinél. Gabival most kivételesen nem vitatkozunk, beszélgetünk a generációs dolgokról. Én el vagyok ezügybe keseredve, a mai generáció hol van, hol volt a mi generációnk, mit. Büszke voltam, a pénzt kerestem fuvarozással, de volt egy véres volt a tenyerem. De eltartottam a lovamat, de semmit nem kapott az ember ingyen. Örültem a vizet tudok hinni, örültem a lót, örültem a dolgoztam. Sportoltam, kenusztam, víztam, gyúroztam egy darabig, aztán abba hagytam. A kenuzás aranyjelvényes kenus voltam, csak hozzáteszem. Ezek nem mesék, tehát azért tenni kellett valamit. Mi mentünk fel a télen. Ugye minden reggel uszodába kezdtem, 5:30, ezt nem is mondtam. 5:30 uszodába voltam, 7 óráig, hogy gyorsan megszállítkoztunk, gyerünk. Télen is, ugye, mert termálvizes volt a Váci, aki tudja, én tudom. Így zajlottak a dolgok. Jó reggelt. Visszatérő, hoppá! Sziasztok! Visszatérő! Tehát ott kezdtem az uszodába. Vége volt az iskolának, ugye, hogy nem voltam jó tanuló, hozzá kell tennem. Matek, fizika, kémia, halál. Viszont kitűnő voltam rajzból, MTV rajzpályázatot nyertem 11 éves koromban, mint megvan az oklevelem. MTV rajzpályázat. Magyarból, földrajzból, mind énekből, tornából, mindből kitűnő voltam. Ez a három, ami a halálom. A többi érdekelt, most ember a fizika is érdekel, de már én majom vagyok, nem tudom tanulni. Vége volt az iskolának, gyerünk! Föl a kempingbicinzére mentem a lovaskámhoz föl, Vácra, és intéztem. Fuvaroztam, befogtam a lovaskocsiba, és vittem olyan dolgokat, amivel egy kis pénzt kerestem, megkerestem az abárát, és utána jött a nyaralás, a Dunapart, azt imádtam. De így zajlott a gyerekkorom. Ugye aztán egyszer megnyertem a rajzpályázatot, hú, Balatonra lemeltek. Hol volt ilyen, hogy mentem? Sehova. Na mindegy, megnyertem, 2 hét balatoni nyaralás. Annyira várta anyám is, vett abból a csóri kis pénzéből valami, nagyon szarul álltunk anyagilag. Hát benyögték, hogy sajnos Zánkára nem, de Csillebérszre mehetek. És a Balaton elmaradt, ebben van a kis hátra, ebben van a fiatal. Elég sokat lovagolgattak együtt, nem? Elég furcsa. Jaja, figyelünk az egy jó párra, nem csak én látom. Jaj, ugye rossz. Aztán Csillebércsen belőle, hát ott is elővettem a fényt, olyan füleseket kaptam, ugye egy jelvénycserék volt, nem tudom, soha nem voltam táborban. Jöttek a finlányok, hát körülbelül 4 akkorák voltak, mint én, aztán eljátszottam az én, már gyerekkoromban ilyen kis flörtölő, olyan pofonokat ledurantottak. Hát, soha nem felejtem, az maradt az Ánkából benne, meg az jó programok voltak. Hát mindig voltak jó programok, aztán a lótenyésztőbe, mint az előző videómban mondom, köszönöm őrcsit, én meg fogod, itt a vadolovat is még így egy kézzel tudja lovagolni, ugye ő még az én generációm, korban nem, hanem viselkedésben. Még az van benne a tisztelettudat, a megcsinálás, rengeteg nő, egy nő, ugye még hűségesen kell lenni, ugye videó, köszönöm. Köszön. Egy nő csak, nem, rosszul mondtam előbb, nem több. Van több. Igen, egy van, publikus. Így van. Mit akartam mondani? Igen, mindig volt lótenyésztőben, ott volt, mint előző videómban mondtam, 4:30-6-ig. Szilencium. Tanultunk. 1 hét gyakorlat, 1 hét elmélet. És ott is megvoltak a por. Ott még jártam színjátszókörbe végig. A kenuzás abba hagytam, már nem fér bele időbe. Színjátszókör, imádtam, bokacsot, a mai napig verselgetek magamnak, meg a darabokat eljátszom, még az agyamban van. Nagyon, olyan gyerekkorunk volt, hogy én úgy érzem, hogy legtöbb gyereknek már nincs meg ez. Valóban a gépek, hogy nyomkodják, elrontani a gyereket. Ki volt az első hülye barom? Ugye, de úgyis meg lett volna más, 4 évesek voltak, és én vettem meg nekik az első tablettet, úgy örültek, hogy elálljunk. Nem tudod már kikerülni. Nem veszed meg, akkor megvette volna más. Nem tudod már kikerülni sajnos ezeket a dolgokat. Nem jó, hogy fele zajlik az egész generáció, meg az egész a világ. Sziasztok! Elég sűrű lovagokat. Jó reggel! Aha, látja mindenki. Jó reggel! Aha. Jó, mondjuk már nem tiltott dolog ez. Tudod, mire gondolok? Gyerekek, ez van. Más világban. Nem irigylem a kicsiket. Én biztos vagyok benne, sokkal boldogabb gyerekkorom volt, sőt most is boldogabb vagyok, mint sok gyerek. Besavanyodott,
a pénzt nem tudják értékelni. Mi mennyi? 5000 forint, dobj 5000-et, így nem tudják értékelni. Ezt ne felejtsd el. Amiért megdolgozol, azt tudod értékelni. Ami könnyen jön, könnyen megy. Ez lehet az életbe, tehát nőtéren is, ezt állítom, és ezt tudjuk, hogy így van. És egyéb dolgokban a pénz is. Én tudom, hogy miért dolgoztam meg. Amikor ezt sok videómban elmondom, itt végeztem az istállóba 10:30-kor, lovas voltam, ugrólovas, mindegy. És volt egy teherautóm, és fuvarozgattam vele, a szolgorom adta a fuvarokat, verőcém volt a legtöbb melóm, akár sittet, cementet, téglákat, akár. Bejött, hogy kéne 280 mázsa mosó szén, de elromlott a markoló. Ugye a gazdag fuvarosok nem vállalták, ugye akkor már lovaskocsi alig volt, azért még volt egy pár, nekem kis arra teherautó volt. És nem akarták kézzel rakni. Elvállaltam, gyerekek, megcsináltam egy nap alatt, és olyan büszke voltam magamra, véres volt a tenyerem, nem egyszerre vittem, 5-6 fuvar volt, ami 10 mázsás autó, ráraktam 28-at, soha nem felejtem el. Lefele már könnyebb volt rakni, mert leborítottam az oldalakat, és lelöptem, és a verőcei tüzéptő volt 4 km a kerámia gyár. Járjon utána, aki nem hiszi, meg annak is, hogy a piroska tett a fuvart, és meg is oldottam. De büszke voltam magamra, mert megkerestem ezt a pénzt. És tudtam értékelni, igaz, utána mindent eltartam, a nők elvitték meg a nem csodnak, utána már elcsordult az életem, de a nők voltak az elrontói, egyedül a nők. Kettő is van mögöttünk, igen, mit sikerül, ülj fel rá, aztán hónap, gyere, jó van, ragd le, köszönöm.